Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Megyei közgyűlés. Új alelnököt választott a testület. Túl az első lépéseken. Folyamatban van a gázrobbanásban sérült szekszárdi ház felújítása. Halottak napja, óvatosságra int a rendőrség. Pályázati pénzből újították fel, mégis eladták volna. Az orvosi rendelő értékesítéséről döntöttek fülgyészen. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Új alelnököt választott a Tolna megyei közgyűlés. Az előző ciklushoz képest változás lesz, hogy 2019-től csak egy helyettese lesz az elnöknek. A titkos szavazással egyhangulag megválasztott Orbán Attila azt mondta, először azt szeretné megtudni, melyik területen a leghatékonyabb, utána pedig ott szeretné tapasztalatait kamatoztatni. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Ezekkel a szavakkal tette le a Tolna megyei közgyűlés alelnöke esküjét Szekszárdon. Az önkormányzati választások után felálló új összetételű megyei közgyűlésben a korábbi kettő helyett csak egy alelnök lesz. A pozíciót a következő 5 évben a KDNP-s Orbán Attila tölti be. Mindazt az elméletet, amit magamba szívtam az utóbbi hónapokban, szeretném a megye javára kamatoztatni. Most egyelőre ismerkedek a megye struktúrájával, a közgyűlésnek a munkájával, és utána biztos, hogy a kollégáimmal együtt rájövünk arra, hogy hol lehetek a leghasznosabb. A testület tagjai a megyei fejlesztéspolitikai tanácsos személyéről is döntöttek. A tisztséget ismét Süli János miniszter tölti be. Testületünk elfogadta azt a javaslatot, hogy Süli miniszter urat kérjük fel arra, hogy aktívan vegyen részt a megyei önkormányzat működésében. Ez egy ilyen szakmai, tanácsadó jellegű feladatkör lesz, ahol az információ áramlást szeretnénk gyorsítani és pontosítani. Ez azt jelenti, hogy havonta egy alkalommal egy hivatalos megbeszélést fogunk tartani a miniszter úrral. A közgyűlés Süli Jánossal minden hónapban egyszer fog tanácskozni Tolna megye fejlesztéséről. A megyei közgyűlése megválasztották az állandó bizottsági elnököket és a tagokat. Újra drágul a benzin a magyar kutakon. Az ünnepnapon a benzin literenkénti átlagára bruttó 2 forinttal emelkedik, így annak átlagára 380 forintra változik. Pénteken a gázolajára változatlan marad, az átlagára 406 forint a hazai töltőállomásokon. Az üzemanyagok legutóbb múlt héten drágultak. A vártnál lassabban haladnak a szakemberek a szekszárdi gázrobbanásban megsérült ház felújításával. Ennek az az oka, hogy számos előre nem látott akadállyal kellett megküzdeniük a munkásoknak. Várhatóan a jövő hét második felére már teljesen biztonságosan lehet majd dolgozni a helyszínen. Úgy tudtuk befúrni, hogy egy kollégánk fúrt, kettő meg belülről nézte, hogy megmozdul vagy nem mozdul meg a födén vagy a fal. Tehát annyira megrángatta a robbanás az épületet, hogy gyakorlatilag nem tudjuk, hogy milyen rezgésre, vagy milyen mozdulatra mi jön le. Az épület stabilitásának megerősítése a legfontosabb feladat a Herman Otto utcai gázdobbanás szenvedett házban. Kosmár István a felújítást végző Aliszkabau Kft. Vezérigazgatója azt mondja, folyamatosan nehézségekkel találták magukkal szemben. Mikor elindult a munka, akkor én elmondtam, hogy nagyon sok minden csak feltételezünk, és arra építettük a védekezési tervünket, mert természetesen az első idézőjelben kapavágásnak kiderült, hogy nincs teherhordó beton, tehát újabb alaptesteket kellett csinálni az épületen belül, illetve kívülről pedig megtaláltuk a szomszédháznak a pincét, amit megint nem lehetett terhelni, tehát gyakorlatilag azzal kezdtük, hogy vasbetonlemezeket raktunk körbe a házon kívül, illetve magán az épületen belül. Jelenleg vasszerkezetekkel erősítik meg az épületet annak érdekében, hogy biztonságosan ki lehessen hordani a tömelékeket a házból, aminek során további nehézségekre számítanak az építők. Szombaton kezdődik a munkának a legkritikusabb, azt mondom legkomplexebb és legveszélyesebb része, hiszen elkezdünk befelé jönni a felrobbant lakás alatti helységbe.
először elhelyezzük a nehéz állványokat, és utána ezeknek a takarásában elkezdjük kitakarítani a helységet. A hétvégére pedig betöltik azt az anyagot, amelynek feladata a födém szerkezet biztosítása és megtartása lesz. Már több mint 16.500-an kérvényezték a nagycsaládosok autóvásárlásához igényelhető állami támogatást, közölte a Gépjárműmárka Kereskedők Országos Szövetsége. A tájékoztatás szerint 9.887 támogatásra jogosító határozat született, 1940 értékesítés után nyújtották be a márkakereskedők a dokumentumokat az államkincstárhoz, és ezek közül 1078 esetben a támogatási összeg is megérkezett. Nehézséget jelent viszont, hogy szeptember 1-től ismét szigorodott az európai károsanyagszabályozás, emiatt a szállítási határidők egyes modellek esetében meghaladhatják a 6 hónapot. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a temetők környékén halottak napjakor. Erre azért van szükség, hogy megelőzzék az esetleges bűncselekményeket. A Mindenszentek és a Halottak Napja alkalmából rengetegen közlekednek autóval. A rendőrség azt mondja, fontos, hogy ilyenkor mindenki sokkal körültekintőbben közlekedjen. A sofőrök a temetők környékén a parkolásnál is figyeljenek oda, ne húzzanak meg másik autókat, úgy parkoljanak le, hogy az mindenki biztonságos legyen. A közlekedés mellett fontos odafigyelni az ingatlanok biztonságára is, hiszen korán sötétedik, és jól látható, mely lakásokban vannak otthon, égi a villany, vagy nem. Az ingatlan tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanaikról, zárják be az ajtókat és zárják be az ablakokat is, riasztót és egyéb biztonságtechnikai felszereléseket is ajánlom, hogy egyébként is alkalmazzák, de ebbe az időszakban kiemelten fontos ez. A temetőbe érve figyelni kell arra is, hogy a sírokon ne hagyjunk értékeket. Ugyanakkor a zsebtolvajok is kihasználják ezt az időszakot, hogy lopjanak. Ezért érdemes a táska belső zsebébe tenni a készpénzt, mondja a rendőrség munkatársa. A temetők környékén és a temetőben is érdemes odafigyelni arra, hogy a járművekbe látható helyen ne hagyjanak értéket, azt vagy vegyék magukhoz, vagy a gépkocsiba olyan módon helyezzék el, hogy azt ne lehessen látni, hiszen a szem előtt lévő érték miatt már többször is törtek föl járműveket. Azért, hogy ebben az időszakban is minden rendben történjen, a rendőrség munkatársai nagyobb létszámba lesznek jelen a temetők környékén, valamint az odavezető utak mellett. El akarták adni a pályázati pénzből felújított orvosi rendelőt a most megválasztott önkormányzati képviselők és a település új polgármestere Hőgyészen. Erről egy határozatot is elfogadtak, amit aztán néhány nappal később mégis visszavontak. Akkor csak egyetlen képviselő ellenezte a középület eladását. Ő azt mondja, mivel a sajtóhoz fordult az ügy miatt, a polgármester elfogadtatott a képviselőtestülettel egy határozatot, ami alapján a jövőben csak a település vezetője nyilatkozhat újságíróknak. Őt viszont hiába kerestük napokon keresztül, egyszer sem vette fel a telefonját. Még most is ott az épület falán a felújítást hirdető tábla, közel 76 millió forintnyi állami és uniós forrásból fejlesztették a Hőgyészi Orvosi Rendelőt. A beruházást tavasszal adták át. A most megválasztott 7-tagú képviselőtestületből 6-an mégis el akarták adni az ingatlant. Ezt néhány napja szavazták meg. Egyetlen képviselő ellenezte csak az épület értékesítését. Én azt mondtam, hogy mindenképpen név szerinti szavazást szeretnék kérni, mert hogy önkormányzati vagyon értékesítéséről van szó. Erre a pénzügyi bizottság elnöke, Gyetvai László, azt mondta, hogy azt meg kell szavazni. Ezek után a képviselőtestület megszavazta, hogy ne legyen név szerinti szavazás, utána pedig a polgármester előterjesztésére megszavazták, hogy értékesíteni kívánják a fülutai orvosi rendelőt. Mivel a rendelőt pályázati pénzből újították fel, ezért ha eladnák, vissza kéne fizetnie az önkormányzatnak a több mint 76 millió forintot. Ezzel szembesülhettek az értékesítést támogató képviselők, mert néhány napja rendkívüli ülést hívtak össze, amin visszavonták a korábban elfogadott az eladásról szóló határozatukat. Viszont egy ilyen döntés is született, hogy tehát a médiának, a sajtónak csak a polgármester nyilatkozhat, a képviselők nem. Én ezt most megszegem, de azért szegem meg, mert úgy gondolom, hogy a szólásszabadság, a sajtószabadság az rám is vonatkozik, és igenis nekem kutya kötelességem tájékoztatni a település lakosságát a falut érintő döntésekről. Az orvosi rendelő eladása miatt több alkalommal is próbáltuk telefonon elérni Hőgyész polgármesterét, ám ő egyszer sem vette fel a készüléket, így mások mellett azt sem tudtuk tőle megkérdezni, hogyan segítette volna a település fejlődését, ha megváltak volna az orvosi rendelőtől.
A következő tanévben radikálisan átalakul a szakképzés intézményi szerkezete, a pedagógusok jelentős béremelésben részesülnek, és valamennyi diák anyagi támogatást kap a tanulmányaihoz, jelentette be Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter benyújtotta az országgyűlésnek az új szakképzési törvény tervezetét. A cél, hogy a munkaerőpiacon értékes tudással bíró, korszerűen képzett fiatalok álljanak a hazai vállalkozások rendelkezésére. Palkovics László elmondta, annak érdekében, hogy a gyorsan változó ipar igényeit jobban ki tudják szolgálni, új képzettségek megszerzésére lesz szükség a jövőben. A hónap végéig, azaz október 31-éig érvényes a diákigazolványokon az előző matrica. A köznevelési és felsőoktatási intézmények a 2019-2020-as tanév első fél évében is matricákkal látják el az igazolványokat, amelyek így 2020. március 31-éig lesznek érvényesek. A 16 évesnél fiatalabb tanulók esetében azonban nem lesz szükséges az érvényesítés, az ő igazolványuk enélkül is érvényes lesz. A szakmának és a vásárló közönségnek egyfajta találkozó helyévé vált az elmúlt évek alatt a szekszárdi S plusz C Stúdió Kft. Nyílt napja. A program az első olyan magyarországi fórummá nőtte ki magát, ahol az olasz nemzetközi kiállítás után a vevők megismerkedhetnek a legújabb trendekkel. Ez a négytagú család a fürdőszoba felújítására készül. Azt mondják, az anyagok kiválasztása mellett a látványterv érdekelte őket, ez sokat segít majd a végleges döntésben. Az S plusz C Stúdió évek óta szervez nyílt napot, ahol a forgalmazó cégek akár közvetlen felvilágosítást is tudnak adni a vásárlók részére az aktuális trendekről. A szakemberek azt mondják, egy felújítás legköltségesebb része a fürdőszoba, így ezek az akciók ilyen segítséget is nyújtanak a vásárlóknak. Ezért is érdemes eljönni, mert megtapasztalja az ember az újdonságokat. Most nem feltétlenül csak termékre, hanem úgymond trendeket is bemutatunk, hogy mondjuk egy burkolatnál mi az új irány, mi az, ami most megy, mi az, ami divatos, úgymond trendi. A bolognai világkiállítás után Magyarországon ez az első fórum, ahol a vásárlók találkozhatnak a szakma újdonságaival, mondta Cank Szilárd. Az S plusz C nyílt napja egyben szakmai fórum is a nagyforgalmazók és a kereskedőház szakemberei között. Az, amiért ez a kapcsolat kialakult, az tulajdonképpen a bizalom. Az, amin alapul ez a kapcsolat, a bizalom és az egymás iránti nyitottság. Az építőiparban jelentős az időhiány. Éppen ezért fontos, hogy mire a szakember a megrendelőhöz ér, a megfelelő alapanyagok is rendelkezésére álljanak. Ebben is segíteni tud ez a nyílt nap. Regionális híreink következnek. Elvetett ügyészi javaslat. Bizonyítást tart a bíróság az emberölési ügyben. Nyílászárócsere, fűtés-hűtés korszerűsítés, napelemek. Energiatakarékossá teszik a pécsi törvényszéket. Nemzetközi kerekes-székes kosárlabda torna. Pécset rendezték meg első alkalommal a megmérettetést. Nem ápolta a gondjaira bízott, súlyosan értelmi fogyatékos öccsét, aki ezért belehalt egy tüdőgyulladásba. A férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntettével vádolja az ügyészség. Ezért pedig 7 év letöltendő börtönbüntetés javasolta az ügyben tartott előkészítő ülésen. Azonban a bíróság szerint nem biztos, hogy megfelelő a büntény minősítése, ezért bizonyítást rendelt el az ügyben. Hiába fogadta el a vádlotta az ügyészségi indítványt, azt a bíró elutasította. Így akár súlyosabb, évtizedekig tartó büntetést is kaphat. Arcát nem mutathatjuk, de ő az a férfi, akinek gondoskodnia kellett volna súlyosan értelmi fogyatékos öccséről, de nem tette meg. Végül egy betegség vitte el, ezért kell felelnie a pécsi törvényszéken, ahol előkészítő ülést tartottak az ügyben kedreggel. A halálhoz vezető út egy megfázással kezdődött, ebből lett később tüdőgyulladás. A gondozott nem tudott felkelni, pelenkázni kellett, de pátyja nem hívott hozzá orvost sem. A vállalat sőtetlen lehet, nem sőtetlen, nem mozgatta, nem fűtette, mert a sőtet a székletével és vizeletével szennyezett ányában került fetegen. A sőtet mozgatásának hiányolja, tetekéses fekélyek alakultak ki, emellett a vizeleti székletek maradványát okozta, tartós bőrű körkirítáció is kialakult, és a sőtet által elhalkott sövegben lábák és hűek telhettek meg.
2017. december elején betegedett meg az áldozat, akkor kapott pelenkát a hasmenése miatt. Ezt 2 hétig nem cserélte le a testvére. A súlyosan értelmi fogyatékos áldozat arra is képtelen volt, hogy ezt kérje. Végül december 12-én, amikor már lélegezni is alig tudott, felhívta a vádlott a házi orvost, akinek a tanácsára mentőt kértek. Az elhanyagolt vizeletében és székletében fekvő beteget a mentősökkel együtt megfürdették, majd kórházba szállították, de még aznap este meghalt. Ezt válaszolta a bíró kérdésére. Végül elismerte a bűnösségét és elfogadta a 7 év letöltendő börtönt. Azonban nem tudta elmondani, miért nem ápolta az öccsét. Ezért a bíróság elvetette az ügyészség ajánlatát, bizonyítási eljárást indít. Azt akarják tisztázni, hogy szándékosan hanyagolta el a beteget a vádlott, így tudatosan járulva hozzá a halálához. Ez befolyásolhatja az ügy minősítését, az érte kapott ítélet mértékét. Ez 20 év vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet. Környezetünk és erőforrásaink védelme a bírósági szervezet számára is kiemelkedően fontos. Ennek jegyében a pécsi törvényszéken és az illetékességi területén működő bíróságokon számos beruházás valósult meg. A zöld bíróságok elnevezésű program keretében többek között nyílászárócserét, fűtés-hűtés korszerűsítést végeztek a szakemberek, a napokban pedig napelemek is kerülnek a pécsi épületre. Több mint 270 millió forintból újul meg hamarosan a pécsi törvényszék épülete. A beruházás Európai Uniós, illetve kormányzati forrásból, valamint önerőből valósulhat meg. A zöld bíróság elnevezésű program keretében többek között energiahatékonyságot támogató fejlesztések, szelektív hulladékgyűjtés, de belső kertfejlesztések is zajlanak. Sor került a nyílászárók cseréjére, a nyílászárókon a hővédőfóliák elhelyezésére, hőszigetelőrendszer a homlokzatra, ezen kívül a teljes hűtési-fűtési rendszer rekonstrukciója zajlik, ezen túlmenően pedig napelemek kerülnek elhelyezésre az épület tetején, illetőleg a déli homlokzaton. Ezeket az elemeket a napokban kezdik elhelyezni a szakemberek. Mindezek mellett a pécsi törvényszék dolgozói körében megalakult egy 4 fős munkacsoport, akik további ötletekkel segítik a projekt sikerességét. Ilyen például a hagyományos kávékapszulák mellőzése vagy a takarékos csaptelepek felszerelése. Az intézmény azonban a környezetkímélő közlekedést is szem előtt tartja. A pécsi törvényszék vezetése a bírák és igazságügyi alkalmazottak kerékpárral való munkába járását is segítendő kerékpártárolót alakított ki itt a pécsi törvényszék épülete mellett, ezzel is nyilván elősegítve azt, hogy környezettudatosan közelítsék meg a munkát, illetve a munkahelyet. A munkálatok a pécsi helyszínen a közeljövőben fejeződnek be, de a törvényszékhez tartozó illetékességi területen működő bíróságok épületei is megújulnak majd. A követési távolság betartására és a ködlámpák használatára hívják fel a szakemberek az autósok figyelmét. Az ősz beköszöntével már nem csak a csúszós utak, hanem a ködfoltok is veszélyt jelenthetnek a volánnál ülőkre. Emellett lassan időszerű a nyári gumi lecserélése is, hiszen egy rövidebb felmelegedés után tartósan 7 fok alatt marad a hőmérséklet. A csúszós utak mellett a reggeli és az esti köd miatt is nagyobb odafigyelést igényel a vezetés. A látási viszonyok megváltozásával több szabályt is komolyabban kell venni. Mindenféleképpen a sebességnek a helyes betartására, mert az lényegesen a balesetnek a bekövetkezéshez vezethet. A figyelem az nem lankadhat el ebben a helyzetben sem. Olyan külső tényezőre is feltétlen figyeljen valaki, hogy elindul reggel, hogy a szélvédőnek a tisztántartása jégoldóspé legyen a kocsiban, jégkaparó, mert nem elég csak egy lukon kilátni, hanem tulajdonképpen magában többet kell látni ahhoz, hogy biztonságosan tudja vezetni. Sok a munka ebben a siófoki szervízben. Egymás után cseréltetik a nyárit téli gumira az autó tulajdonosok, hiszen a következő hetekben 7 fok körül vagy az alatt lesz a hőmérséklet. Zord és havas hideg körülmények között is meg tudjon állni. Ugye itt látszik a
a hordázat mélysége. A téli abroncsokat egy speciális szilika gumikeverékből gyártják, ezek a téli nagy hidegben sem keményednek meg. Ennek köszönhető, hogy jobban tapad a csúszós úton. A gépjármű irányíthatósága, de a legfontosabb talán az a fékút. Tehát, hogyha a nyári gumiköpenyeket hagyunk egy autón, akkor a fékút az szinte mondhatni, hogy duplájára nő. Ez abban nyilvánul meg, hogy a guminak, a téli gumiköpenynek más az összetétel, egy olyan adalék van benne, ami megtalálja azt az összhangot az úttal, tehát olyan tapadást biztosít, hogy biztonságosan meg tudunk állni. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a gumicsere mellett a tél beköszöntése előtt érdemes teljes körűen átvizsgáltatni az autót. Például a fagyálló szintjének és fagyáspontjának ellenőrzése mellett fontos a futómű és a fékek átvizsgálása is. A horvát Slavonski Brod, a soproni Tigrisek, a DVTK és a házigazda PTE Peas Rolling Basket csapata vett részt az első Rolling Basket Cup elnevezésű pécsi nemzetközi kerekes székes kosárlabda tornán. A házigazdáknak alakulásuk óta ez volt az első komoly megmérettetésük. A PTE Peac Rolling Basket csapata idén ősztől a magyar bajnokságban is megmutatja magát. A gárda kétnapos nemzetközi tornát szervezett, első Rolling Basket Cup néven, ami egyben az első bajnoki forduló is volt. Kezdetek óta foglalkozok, ugyan a pécsi alakulás óta, másfél év alakult körülbelül a csapat, és azóta nyomom, és azért tetszik, mert kikapcsol, meg jó kis adrenalin az egész, hogy az a sebesség, az ütközések, meg jót ez a szervezetnek is szerintem, az egészségnek. A pécsiek a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség közreműködésével váltak csapattá, és az egyetemnek köszönhetően vették fel a PTE Peac Rolling Basket nevet. Miután láttuk, hogy ez egy paralimpiai sportág, és láttuk, hogy mennyire színvonalas, technikás, lendületes, látványos sport és sérült emberek űzik, és én, aki 40 éve kosárlabdázom, el sem tudtam képzelni, hogy kosárlabdázik valaki, akinek nincsen lába. És fantasztikus élmény volt nekem ezt látni, és akkor elhatároztuk, hogy megnézzük, hogy vannak-e olyan emberek itt a Pécsen, Baranyában, akikkel egy ilyen csapatot tudnánk alkotni. És tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 2 év munkájának az eredménye az, ahol most vagyunk. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elkötelezett a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésében, valamint sportolási lehetőségeik és életminőségük javításában. Ezért működteti a Fogyatékkal élő kosárlabdázók bizottságát, mely többek között szervezi és lebonyolítja a Magyar Kerekesszékes Kosárlabda Bajnokságot és a Magyar Kupát. Ez 2 év munkája, amit most itt lehet látni, a Magyar Bajnokság első fordulójáról van szó. Számomra ez egy nagyon fontos pillanat, mert nem csak nekem, hanem rengeteg más embernek a keze munkáját most ma lehet látni, és felemelő érzés az, hogy itt egy olyan bázis jött létre, ami példaértékű Magyarországon. Az első Rolling Basket Cup végeredménye. Első lett a Slavonski Brod, második a Soproni Tigrisek, harmadik a DVTK és negyedik a PTE Peac Rolling Basket. A záró ünnepélyen vehette át a két pécsi játékos, Klajcs Gábor és Wojtek Aurél válogatott felszerelését. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Megyei közgyűlés. Új alelnököt választott a testület. Túl az első lépéseken. Folyamatban van a gázrobbanásban sérült szekszárdi ház felújítása. Hallottak napja. Óvatosságra int a rendőrség. Pályázati pénzből újították fel, mégis eladták volna. Az orvosi rendelő értékesítéséről döntöttek fülgyészen. Csütörtök reggel foltokban köd alakulhat ki. Napközben változóan felhős időben elvétve előfordulhat jelentéktelen záporeső. Kellemes, de hűvös őszi idő alakul ki. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!